Továbbra is folynak a parlagfű felderítési intézkedések megyénkben. A gyomnövény egészen őszig szórja a pollenjét, ez idő alatt folyamatosan allergiás reakciókat válthat ki az arra érzékenyekből. A korai virágzás oka a hirtelen jött felmelegedés, amire a gazdálkodóknak is fel kellett készülni a megfelelő gyomirtó kezelésekkel. A felderítésről Bújdos Lászlót, a növény- és talajvédelmi osztály vezetőjét kérdeztük. Azok az elhanyagolt területek, ahol a parlagfű szabadon tudott fejlődni, ott viszonylag már magas borítottságban található a növény, és a parlagfű genetikájából adódik az, hogy nagyon nagy pollen számot termel egyetlen növény is. Tehát nem kell nagy terület ahhoz, hogy millió számra kerüljön ki a levegőbe nagy számú pollen, ugyanis egyetlen növény is több millió pollent juttat a levegőben. Az, hogy milyen erős lesz a szezon, azt az elkövetkező hónapok vagy hetek időjárása fogja eldönteni. Az osztályvezető elmondta, a megye területeinek 1%-át teszi ki a parlagfű, ami a növény erőssége miatt még így is jelentősnek számít. A parlagfű eltávolításáról mindig a föld tulajdonosának kell gondoskodni. A bírság változó lehet a terület nagyságától függően, amely 15 000 forinttól kezdődően akár 5 millió forintig is terjedhet, jól lehet ehhez már 100 hektár fölötti fertőzött terület kell. A kormányhivatal szakemberei földön is igenis végzik a felderítést. A BM légirendészetének a helikopterével végezzük ezt a munkát. Előtte a médiákban azért értesítjük a gazdákat, meg amikor a helikopter megjelenik itt a megye fölött, azért az a gazdálkodók már ezt érzékelik, hogy itt valami akció folyik. Ezen kívül földi felderítés is történik, ez a nagyobb tétel. Itt az agrárügyi főosztály gazdászai végzik ezt a felderítést, ugye a földhivatali kollégák ők, ők is a kormányhivatal alkalmazásában vannak, ők helyszíni szemléket végeznek, határszemléket. Amennyiben a kormányhivatal munkatársai parlagfüves területet találnak, a növény- és talajvédelmi osztály eljárást indít a terület tulajdonosai ellen. Bújdos László elmondta, a tapasztalatok szerint azok a gazdálkodók, akik találkoztak már ilyen eljárással, onnantól kezdve már kerülik az ilyen szabálysértési eseteket.